Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról, túlról részvevőket is. Én Cank Ferenc vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 8-as szintű házaspárja. A PPH előtti foglalkozásom tanulmányom szerint gépészmérnök, és volt, viszont mára már a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. Én Horváth Veronika vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret terjesztő képzésén. Először is megkérném Önöket, hogy a mobiltelefonjukat kapcsolják ki, vagy némítsák el. Ezt érdemes otthon is megtenni. Köszönöm. Érdemes jegyzetelni, megkérem Önöket, hogy ha bármi kérdésük lenne az előadás közben, írják le, és lehetőségük lesz, hogy választ kapjanak vezetőjük, vagy a szeminárium végén a csoport találkozón a válaszra. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Lébényben élünk, családi helyzetem itt van mellettem, és két csodálatos lányunkkal érkeztünk ide. Eredeti foglalkozásom természetgyógyász és környezetmérnök, legfőbb tevékenységünknek a PPH-t tartjuk. Én is Lébényben élek, családi helyzetem pedig házas, egyre boldogabb házasságban. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló mi vezetőnk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki élet és emberismeret továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket, és neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes, szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket a szervezetünk alapítója és vezetője, Szeddacsik Miklós mesterkócs! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket! Mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? Szokásos a kérdés. Nem vagytok? És mi a baj a jelenlegi világunkkal? Micsoda? Ma még jó nap van, de hónap hétfő, igen. De azon túlmenően. Rossz irányba megy a Földünk? Bizonytalan. Na nézzük meg akkor, hogy mivel is foglalkozunk, jó? Tehát egy érdekes világban élünk, ha jobban megnézzük. És érdemes azon elgondolkodni, hogy a jó embereknek valamit tenniük kellene, nem? Hogy jó felé haladjon a világ. Hát most gondoljátok végig, hogy itt vannak a vezetők, és azok a vezetők, akik jelenleg a
a világ élén vannak, tehát úgy értve, hogy hatalmon vannak a különböző országokban, vagy akár mondhatjuk azt, hogy a megyékbe, vagy a városokba, akár a falvakban. Hát azok hoznak döntéseket. És nem tudom, mennyire látjátok, hogy jó döntéseket hoznak? Nem? Hát de honnan tudják, hogy mi a jó döntés? Mi kellene ahhoz, hogy jó döntést hozzanak? Hát van egy pár dolog, ami kellene, nem? Tehát én nem feltételezném azt, hogy akiket most felsoroltam, hogy az mind elnyomó lenne. Én inkább azt feltételezem, hogy az ember és az élet működésével kapcsolatban nincs elég tudásuk. Nem? Tehát a politikusok egy jó része például, hát tervezte, hogy ő politikus lesz. Tehát nem úgy lett politikus, hanem tervezte. És a politikai karrierjéhez építette az iskoláit. Tehát ami azt jelenti, hogy úgy végezte az iskoláit, hogy az a politikai karrierjét szolgálja. Hát ez ugye régebben egyszerű volt, mert volt egy olyan főiskola Magyarországon, ami ilyen marxista képzéseket tartott. Mit tudom én már, mi volt a neve? Micsoda? Marxista egyetem, így van. Na mindegy. És azt tudtuk, hogy aki olyan egyetemre iratkozott, az politikai pályára indult. Tehát ami azt jelenti, hogy ha megkérdezték a politikusokat anno annak idején, az mindenki elvégezte ezt az egyetemet. Hát a mai világban különböző helyeken tanulnak, mert megtehetik, hogy különböző helyeken tanuljanak. Régen max elmentek, mit tudom, Moszkvába tanulni, ott is elvégeztek egy ilyen hasonló jellegű iskolát, mint Magyarországon a politikusok, mármint a politikus jelöltek. Na most, és politikusok lettek. Tehát most a politikusok nagy része az szintén elvégez valamilyen iskolát, de nem valószínű, hogy az valamilyen szakmához kapcsolódik. Ha csak nem tekintjük a politikusságot a szakmának. Tehát akkor valamilyen politikai iskolát elvégzett. Nyilván magasabb szintűt. És ki az, aki végzett valamilyen főiskolát vagy egyetemet? Tegye már fel a kezét. Köszönöm szépen, most hozzátok fordulok. Tehát akik végeztek főiskolát vagy egyetemet, hogy ott mennyit tanítottak mondjuk az élet és az ember működéséről? Mennyit tanították az embereknek, a tanulóknak, a diákoknak, mondjuk az etikáról mennyit tanítottak? Na most azért gondolom, hogyha nektek, akik főiskolát vagy egyetemet végeztetek, nem tanították se az etikát, se az élet és az ember működéséről nem tanítottak, akkor valószínűleg, hogy a politikai iskolákat végzett embereket sem tanították az élet és az ember működésére, az etikára, nem? Tehát ezért valószínűleg, hogy egy politikus is ugyanúgy botladozik az élet ilyen területein, mutatom, mint ahogy az átlag emberek. Ezt a példák mutatják is egyébként. Sőt, az etikai kérdésekben is valószínűleg a
politikusok ugyanúgy botladoznak, mint ahogy az átlag emberek, nem? Tehát az etika terén is ugyanúgy botladoznak. Na most, egy embernek, hogyha botladozik, ez nincs következmény nélkül. Tehát ezt jól tudod. Örülj neki, hogy ezt mondom, mert ez egy jó dolog, mert ezáltal semmi nincs véletlenül. Tehát ha véletlenül kapnál problémákat az életedben, akkor boldogtalan lehetnél nagyon, mert soha nem tudnád megoldani a problémáidat, és szerencsém múlna, hogy te kapsz problémát, vagy nem kapsz problémát, vagy megoldod, vagy nem oldod meg. Ez teljesen a szerencsém múlna. Hála Istennek ez nem így van. Tehát amikor az ember kap egy problémát, amit ugye négy területen kaphatunk, az egyik a betegség, a másik a baleset, a harmadik a családi probléma, a negyedik pedig az anyagi probléma. Tehát amikor ezek közül, a területek közül egy ember kap egy problémát, hát az mindig következmény. Nem a gyerekkort mondom, hanem a felnőtt kort. Ugyanis gyerekkorban egy kicsit más a helyzet, mert ha egy gyerek 7 éves korig problémát kap, az általában alapvetően az anyára vezethető vissza. Tehát az anyára vezethető vissza. Ha 7 és 14 éves kor között kap egy gyerek problémát, az kétharmad arányban az anyára, illetve a szülőkre vezethető vissza. Egyharmad arányban őre áll. 14 és 21 között egyharmadban a szülőkre vezethető vissza, és kétharmadban saját magára. Amint elérte a 21 éves kort, teljes egészében minden probléma rá vezethető vissza. Tehát ő saját magára vezethető vissza. Tehát itt a felnőtt korról szól a történet, ami azt jelenti, hogy ha az ember problémát kap, akkor mindig 100%-ban saját magára vezethető vissza, bármit bárki gondol ezzel kapcsolatban. Itt nem lehet már azt mondani, hogy előző élet, nem lehet azt mondani, hogy karma, tehát spirituálisoknak üzenem, ezt felejtsétek el. Oké? Okay? A karma az első 7 évben egy az egyben, második 7 évben nagy részben, harmadik 7 évben kisebb részben, utána pedig már 21 éves kortól olyan, hogy karma nincs, mert a karmát egy felnőtt leteheti, vagy létrehozhat egy új karmát. Tehát nincs olyan, hogy karma. De a nem spirituálisoknak mondom azt, hogy semmi nincs véletlenül. Jó? Tehát amit felnőttként csinálsz, és ami problémát kapsz, mindent te hoztál létre, kivétel nélkül. Ami azt jelenti, hogy minden az életedben 21 éves kor után, bármikor a halálodig, a te életed, a te felnőttkori életed következménye. Vissza lehetne mondani azt, hogy persze, hát a gyerekkori minták, a gyerekkori tanulás, igen ám, de a te saját mintádat letehetnéd. A te elrontott tanításaidat letehetnéd. Amikor te nem teszed le, és arra hivatkozol, hogy te gyerekkorban ezt és ezt láttad, a gyerekkorodnak ez és ez a következménye, akkor te azt a döntést hoztad, hogy emögé bújsz. És nem azt a döntést, hogy ezt te meg akarod oldani. Világos ez? Tehát ami felnőtt korban történik egy emberrel, az minden a felnőtt kori életének a következménye. Magyarul, még akkor is, ha mondjuk betöltötte a 21 éves kort, és mondjuk 21 és fél éves, és volt fél éve arra, hogy ő felnőtt legyen, de abban a fél évben is már döntéseket hozhatna. És letehetné
azokat a hozott dolgokat, amit hozott a családi minta, a tanítások, és akár a karma által. Na most, a nem tudás az nem mentesítő körülmény. Hiába hivatkozik egy 21 és fél éves ember arra, hogy de én nekem ezt nem tanította senki. Miért nem nézel utána? Miért nem néztél utána mondjuk 21 éves és egy napos korodban? Érted? Tehát az is egy döntés, hogy nem nézek utána, nem tudom, világos-e. Az is egy döntés, hogy nem érdekel. Az is egy döntés, hogy nem foglalkozom vele. Érthető ez? Tehát ez mind-mind döntés következménye. És az életben hozott döntésünk, a felnőttkori életben hozott döntésünknek mindnek következménye van. Még amikor azt mondod, hogy most nem döntök, na az is egy döntés. Mert az döntött, hogy nem döntök. Érted? Tehát ezt meg kellene érteni, hogy ebben a felnőttkori életedben minden, ami történik veled, az a felnőttkori életednek a következménye. Oké? Itt ugye tanítok olyanokat, hogy reaktív elme, hogy mit okoz. Tehát, hogy milyen hatásokat okoz az érzelmek, a múltbéli negatív érzelmek, milyen hatásokat okoznak. De te mögé bújhatsz a negatív érzelmeid hatásai, mögé bújhatsz, és mondhatod azt, hogy hát mit tehetek én róla, hiszen gyerekkorban ennyi és ennyi negatív érzelmet éltem meg, hát persze, hogy most bekattanok, persze, hogy most ez van velem, persze most, hogy az van velem, de ez megint a te döntésed, hogy nem teszel az ellen, hogy az ne legyen. Nem tudom, világos-e. Tehát ugye át kellene látni mindenkinek, minden felnőtt embernek, hogy az élete az tőle függ, és senki mástól. Persze, próbálják az emberek a felelősséget elhárítani maguktól. Ezzel kapcsolatban tudod, mi a probléma? Hogy nem lesz változás. Tehát a felelősség az nem egy rossz dolog. Az a baj, hogy mit tudom én mondjuk, gyerekkorban azt mondta neked a szülő, hogy ezt te rontottad el, ezért te vagy a felelős, és ezért mondjuk megbüntetett, vagy leszidott, vagy akár levágott egy maflást. Érted? És akkor innentől kezdve elindult a félelmed, a felelősség szó, ha megjelenik az életedben, azzal szemben. De a felelősség az nem egy teher, a felelősség egy ajándék. Ezzel az ajándékkal élhetsz, vagy nem, ez megint a te döntésed. Tehát a felelősség az azt jelenti, tudod mit jelent? Hogy tőled függ, vagy tőled függött. Miért baj az, hogy tudja az ember, hogy ez tőlem függ, vagy tőlem függött? Ennyit jelent a felelősség. És az azt jelenti, hogy ha másra hárítod a felelősséget, akkor gyakorlatilag az tőle függött. Érted? Tehát miért nem jó az neked, hogyha valami tőled függ? Miért nem akarod az életednek az irányítását a saját kezedbe venni, hogy tőled függjön? Miért nem? Ez a felelősség. A felelősség annyi, hogy tőled függ. Mi baj van ezzel? Mi bajod van azzal, hogy tőled függ valami?
Ez nem fájó, hogy tőled függ valami. Tök jó, hogy tőled függ valami. Miért? Mert hogyha te megcsinálod, akkor meg van csinálva. Ja, hogy félsz attól, hogy meg kell csinálni? Csinálja meg helyetted valaki? Mit? A saját életedet csinálja meg helyetted valaki? Hogy gondolod? Hogy képzeled? Hát ha valami tőled függ, akkor fogja az ember, és nekiáll, és megcsinálja, hogy az rendben legyen. És akkor valaki azt mondja, hogy hát ez a te felelősséged volt. Hát még szép, hogy az én felelősségem volt. Hát mi baj van ezzel, hogy még szép? Hát gondold végig, a felelősségtől nem kell félni, mert az ennyitől függ, hogy tőled függ. Érted? Miért akarsz mindig másra várni? Jó, én tudom, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol az emberek megszokták, hogy várnak másra. És a szeretetkort ki fogja megcsinálni rajtunk kívül? Kik fogják megcsinálni rajtunk kívül? Mert ezt egy ember nem tudja megcsinálni. Senki nem tudta megcsinálni a történelemben egy emberként, hogy szeretetkor legyen. Sőt, egy emberként nagy dolgot senki nem tudott csinálni. Egy emberként. Társak kellettek mindenkinek. Aki nagy dolgot hozott létre az életében, annak társainak kellett lenni. Világos ez? Társai voltak. Mindenkinek, akinek a történelemben visszaemlékszel, és nagy dolgot hozott létre, mindnek társai voltak. Tehát, ha egy ember nem tudja, mi az, hogy etika, nem tudja, mi az, hogy ember és élet működése, nem tudja azt, hogy hogyan működik saját maga, mint ember, nem tudja, hogy hogyan működnek a többi ember, hogyan működik, nem tudja, hogy az élet honnan származik, nem tudja, hogy az élet hogy működik, nem tudja az életben a törvényszerűségeket. Nem tudja az élettörvényeket, nem tudja az élet energiákat például. Akkor hogy akar jó döntéseket hozni? Hogy? Hogy? Nem lehet. Az ember nem ismeri az élet és az ember működését, hogy hozzon jó döntést? Nem lehet. Az ember nem ismeri az etikát, nem ismeri azt, hogy mit tehet a jó érdekében, és mit nem tehet a jó érdekében. És mit tehet a rossz elkerülésére, és mit nem tehet a rossz elkerülésére. Ha ezt nem ismeri az ember, hogy hozzon jó döntést? És a vezetők nagy része, a bolygón az az 1%, mert körülbelül ennyi a vezető, az ezeket nem tanulta. Tudásban olyan messze áll ezektől a dolgoktól ez az 1%, aki vezetik az embereket, úgymond, mint Makó Jeruzsálemtől. Kijárták a politikai iskolákat, van, aki még az se, és ő vezető, és halvány lila dunsztja nincs, hogy hogy kellene működtetni ezeket a dolgokat, hogy hogy kellene az emberekkel jól bánni, magával hogy kellene bánni, itt ezekkel a területekkel hogy kellene bánni. Jól bánni ezekkel a területekkel. Ha az ember ezekkel a területekkel nem bánik jól, akkor rosszul fog bánni. Nincs középút, vagy jól bánunk ezekkel a területekkel, vagy rosszul. És ezek a területek meghatározzák minden egyes ember boldogulását. És a vezetőknek különösen fontos,
hogy ezekkel a területekkel jól tudjanak bánni? Vagy rosszul látom? Tehát itt van 10 nagyon-nagyon fontos terület. Ha a vezetők ezzel a 10 területtel jól bánnának, a bolygó nem itt tartana, ahol tart. És nem egyre rosszabb és rosszabb lenne, hanem egyre jobb és jobb. És mi azért vagyunk, hogy legyen egy olyan bolygónk, ahol az emberek szerethetik végre egymást. Feltétel nélkül. De ahhoz, hogy az ember egy másik embert szeretsen feltétel nélkül, ahhoz helyesen kell cselekednie neki is, meg a másiknak is. Logikus, nem? A helytelen cselekedeteknek az lesz a következménye, ahol most tartunk. És megnézed, egyre rosszabb a helyzet ezzel kapcsolatban. Miért? Mert nem, hogy fejlődnének az emberek többsége, fejlődne, hanem elbutulnak. Egyre nagyobb a tudatlanság ezekkel a területekkel kapcsolatban. Most volt a párkapcsolat coachképzésünk, a párkapcsolathoz tartozóan. Ugye ez rögtön a második terület. Most jön az egészségteremtő coach. Az egészségteremtő az elsősorban saját magunkról szól. Hogy egészségesek tudjunk maradni, vagy legfeljebb mondjuk ott a közvetlen környezetünkben segítsünk azoknak, akik egészségesek szeretnének maradni, vagy egészségessé szeretnének válni. Hát az egészség ott kezdődik, ha megnézzük, hogy a legelső probléma arról szól, hogy a betegség a tudomány mai állása szerint 80 akárhány százalékban pszichoszomatikus eredetű. Tehát a psziché megbetegíti a szomát. Tehát szomát megbetegíti. Tehát az azt jelenti, hogy a lélek megbetegíti a testet. És mi az, hogy a lélek megbetegíti a testet? A gondolkodásod által megbetegszel. A helytelen gondolkodás által betegszik meg az ember. Mondok egy példát. Ki az, aki időnként már életében megfázott? Ember nincs, aki még nem fázott meg, ugye azért tettem föl ezt a kérdést. Jó, úgyhogy, tehát megfáztunk, maradjunk ennyibe. És én ugye ezzel kapcsolatban azt vettem észre, hogy én régen elég sűrűn megfáztam. Egy évben, hát legalább 4-5-6 megfáztam. Régebben. És akkor úgy azt vettem észre, hogy egyre kevesebbet és kevesebbet. Ugye nem olyan rég még azt vettem észre, hogy évente egyszer, majd már azt vettem észre, hogy olyan másfél évente körülbelül egyszer. Tehát így ritkul. És akkor tudjuk azt, hogy ne is én mondjam, hogy a megfázás az miből származik, milyen helytelen gondolkodásból. Az illetőnek valakiből, vagy valamiből, de jellemzően általában valaki, ből elege van, így van, és abból származik. Na most, ez egy egyszerű példa. De az, hogy nekem valakiből elegem van, az elsősorban kitől függ? Saját magunktól, persze, hát ha nekem van elegem valakiből, akkor ez tőlem függött, és nem mástól. Oké? Ennek a elegem van dolognak a az ellentéte az elfogadás. De hogy a manóba fogadjon el egy embert a másik, hogyha nem tudja, hogy hogy kell kezelni, nem tudja, hogy hogy működik a másik. Minél inkább nem ismerjük a
másik ember működését, annál nehezebb őt elfogadni, nem? Tehát annál könnyebben fogadunk el valakit, minél jobban ismerjük a másik működését. Tehát ezért alapfeltétel lenne, hogy az ember ismerje az ember működését, amiben beletartozik természetesen ő saját maga, és beletartozik egy másik személy is természetesen. És az momentán mondjuk a párja, akkor a párja is beletartozik. Szóval itt vagyunk mi emberek, vannak vezetőink, úgynevezett vezetőink, döntenek hibás döntéseket, ezzel problémákat okoznak, és nem is sejtik, hogy minden problémát, amit okoznak a lakosságnak, vagy egyes egyéneknek, az visszahat rájuk. Ebben nem kell hinni, én viszont tudom, hogy ez így van. És egyszerűbb lenne, hogyha te is hinnél ebben, mert onnantól kezdve rájöhetnél dolgokra, amíg azt hiszed, hogy nem tőled függ az, hogy milyen problémákat kapsz az életedben, addig az azt jelenti, hogy tőled függetlenek a problémák. Látszólag. Na most, ha az ember használja az etikát, ismeri az élet és az ember működését, tehát inkább úgy mondom, hogy nem használja, hanem elkezdi használni, és elkezdi megismerni az élet és az ember működését, akkor azt veszi észre, hogy egyre kevesebb problémát kap. Miért? Mert egyre kevesebb olyan dolgot hoz létre, aminek a következménye az, hogy te kapsz egy problémát. Arra válaszként, amit te okoztál. Oké? Válaszként. Ami annyit jelent, hogy ha az emberek tudnák, mondjuk politikai vagy akár vezetői szinten, hogy milyen cselekvésüknek mi lenne a következménye, vagy mi lesz a következménye, még azt is meg lehet határozni elég nagy valószínűséggel, hogy mi lesz egy cselekménynek a következménye várhatóan. Nyilván egy viszonylag tág határon belül, de meghatározható. Ezért vissza lehet következtetni, hogyha valakinek van egy problémája, az milyen helytelen cselekvés következménye. Tehát ez azt jelenti, hogyha az ember cselekszik, akkor értékelni a cselekedetét azelőtt, mielőtt cselekedne, hogy ha ezt én megteszem, ennek várhatóan ez lesz a következménye. Ha ez lesz a következménye, akkor ezt hogy fogom bennem magam érezni? Na most, evel kapcsolatban mondhatják esetleg egyes vezetők, hogy ó, hát én életemben már sok embernek okoztam különböző problémát, mégsem nagyon kaptam problémát. Na most, olyan nincs, hogy ezt az életben nem fogod megbűnhődni. Tehát nem érdekel, hogy hiszel abban vagy nem, hogy tisztító tűz, de nem a pokolba kapod a tisztító tüzet, hanem az életben. Az azt jelenti, hogy legkésőbb az életed utolsó szakaszában annyit fogsz bűnhődni, hogy belegebetsz. Ha esetleg gyorsan megúszod ezt, és bármilyen formában vége az életednek, és még nem bűnhődtél eleget, se baj, majd a következő életedbe fogsz. De hát azt tudod mondani, hogy tehát te tanultad azt, hogy az életet azt a jelenbe kell élni, ez valamilyen szinten igaz, de én inkább úgy mondanám, hogy az életet a jelenben kell etikusan élni. Tehát az életben, tehát az életünket azt a jelenben kell etikusan élni. Tehát lehet élni, csak etikusan. Tehát mindent, amit teszünk az életünkben, annak következménye van. Nem véletlenül az a mese rész, hogy jó tetejében jót várj. Ez nem mese. Ez az igazság. És
rossz tett helyébe rosszat vár. Kár, hogy ilyen mondásunk nincsen. Pedig kellene. Mert ez még nagyobb igaz, mint a jó tett helyébe jót vár. Mondhatjuk ezt. Bár az is igaz, természetesen. De az nagyobb is igazság, hogy rossz tett helyébe rosszat várhatsz. Így van, jót nem várhatsz. Így van. Na most, de hát mondják ugye, az imént említettem, hogy mondják egyesek, hogy ó, hát én már mennyi embernek ártottam, és közben meg nem sok problémát kaptam. És akkor beszéltem erről, hogy majd az életed végig, de ne ezt nézzük. Tudod, miért nem kaptál még? Tehát aki nem kapott még. Tehát rosszat tett sokat életében, és még nem kapott problémát. Tudod, miért nem kapott? Mert lepaktált az ördöggel. Nem vicc. Ez nem mese. Ez megint nem mese, ugyanúgy, mint a tisztítótűz. Az azt jelenti, hogy az lepaktált a gonosz szellemlényekkel. Tehát a gonosz szellemlényekkel. Ugyanúgy, ahogy vannak jó szellemlények, amiket mi úgy hívunk, hogy Isten, vagy Istenek, ugyanúgy vannak gonosz szellemlények. És a gonosz szellemlényekkel lepaktált. És a gonosz szellemlények segítik azt, hogy most még, míg szükség van rá, arra az illetőre a gonosznak, addig ne legyen problémája. Mert ha ő problémával küzd, akkor nem tudja a gonoszt szolgálni. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát itt nem is kell gondolkozni azon, hogy ezek a szellemlények honnan jöttek, ugyanúgy, mint nem kell gondolkodni azon, hogy a jóisten honnan jött, meg a jóistenek hogy honnan jöttek, ugyanúgy nem kell gondolkodni a gonosz szellemlényeken sem, akik negatív istenek. Egy biztos, hogy ilyenek vannak, és ahogy egy embernek támogatásra van szüksége, ahhoz, hogy boldoguljon, vagy nem? Hát a párod például a te támogatod, nem? A gyerekeid nem a támogatóid? Satöbbi, satöbbi, valamilyen szinten. Gondold végig, ahogy egy embernek támogatókra van szüksége, ugyanúgy támogatókra van szüksége a jó isteneknek és a rossz isteneknek is. Oké? És itt egy kérdés van, hogyha te gonosz dolgokat végeztél már az életedben, akár politikusként, és nem tapasztaltál még meg komoly nehézségeket az életedben, akkor jó, ha tudod, hogy lepaktáltál a gonosz szellemlényekkel, tehát a gonosz istenekkel. És ez nagy baj. Nagyon nagy baj. Miért nagy baj? Mert akarják a lelkedet azért. Mert nincs lélekteremtés 1,5 millió éve. És lelkekért van harc. Ugye mi jó lelkek vagyunk, jó lelkekként jöttünk ide a földre, mindenki, mindnyájunk. És a rossz energia lények, a rossz istenek, meg akarják szerezni az emberek lelkét, minél többet. Miért? Hogy a táboruk bővüljön. Na most, mi a különbség, ugye megkérdezhetnéd, a jó istenek és a rossz istenek között? Nagyon egyszerű a válasz. Ha a jó istenekkel vagy lepaktálva, az azt jelenti, hogy szellemlényként szabad leszel. Ha a rossz istenekkel paktálsz le, ott nincs olyan, hogy szabadság. Nincs ilyen. Az azt jelenti, hogy ott iga van. Iga. Oké?
Tehát te nem lehet szabad, hanem mi lehet? Oda leszel kötve. Tehát gyakorlatilag ez olyan, mint most itt a földi létben, ameddig jó vagy, addig szabad vagy, abban a pillanatban, mint rossz leszel, becsuknak egy dutyiba, és már nem vagy szabad. Világos? Ha nem, szabad lehetsz a celládban. Érted? Jó esetben a börtönben szabad lehetsz, de onnan nem mehetsz ki. Ez a különbség. De ezt hogy nem látják át az emberek? Mikor a Földön is így működik, a földi létünkben. Vagy a jót szolgáljuk, vagy elvesztjük a szabadságunkat. Érted? És itt nem azt kell nézni, hogy a csak földi létünk van. Hát most, hogyha megkérdezném tőled, melyik a jobb az neked, melyik jobb neked? Az, hogy egy életem van, vagy egy halálom, tehát egy életem és egy halálom van, vagy örök létem van. Melyik a jobb neked? Vagy melyik jobb neked, hogy egy életem van, és utána örök létem van, vagy neked létezik annyi tudásod, aminek itt a bolygón nincs olyan ember, amelyiknek annyi tudása volt, mint mielőtt te ide a Földre jöttél. Melyik a jobb? Gondold végig, hogy neked melyik a jobb. Mindig azt kell csinálni, ami neked a jobb. És abba kell hinni, ami neked jó. Tehát gondold végig, a helyes és a helytelen cselekvés semmi más, csak hitkérdés. A helytelenül cselekvők hisznek a saját helytelen cselekvésükbe. Ez így van, szó szerint. A helyesen cselekvők pedig hisznek a helyes cselekvésükben. Hát hiszik azt, hogy helyesen cselekednek. De a helytelen cselekvők is azt hiszik, hogy helyesen cselekednek. Tehát a helytelenségben hisznek. Tehát itt a bolygónkon, meg a világegyetemben igazából minden hit kérdés. Miben hiszünk? Tehát azt, hogy hiszünk-e a helyes cselekvésben, vagy hiszünk-e a helytelen cselekvésben, az a saját döntésünk. Az egyik ember letette a voksát a helyes cselekvés mellett, a másik letette a voksát a helytelen cselekvés mellett. És mind a kettő a saját cselekvéseiben hisz. És azt úgy gondolja, hogy az a jó, amit ő tesz. Vagy nem ez van? Hát dehogy nem. Tehát nem olyan a világ, mint amit az emberek gondolják. Ha az ember tudja, hogy mi a helytelen és a helyes, mint ha a legtöbb embert megkérdezed, aki ezt sose tanulta, azt mondja, hogy nézőpont kérdése. Egyáltalán nem nézőpont kérdése. Hogy mi a helyes és mi a helytelen. Pontosan meghatározott szabálykeretek között el lehet mondani azt, hogy mennyire helytelen valami, vagy mennyire helyes valami. És annak alapján pontosan el lehet dönteni még azt is, hogyha van több helyes dolog, akkor a több helyes dolog közül melyik a leghelyesebb. Még ezt is. Ha az ember tud ilyeneket. Tehát egy olyan világban élünk, ahol a vezetők nem tudják, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és nem tudják, hogy hogyan működik az élet, és nem tudják, hogy hogyan működik az ember. És ezért helytelen döntéseket hoznak. De
A lakosság 99%-a az nem vezető. Vagy legalábbis nem olyan szintű vezető, mint az az 1%. Ami azt jelenti, hogy ő eldöntheti nem vezetőként, hogy most követem a helytelenül gondolkodó és működő vezetők idézőjelbe utasításait, vagy nem követem. És elkezdem a saját életemet élni, vagy élem az övékét, magyarul az ő vezetésük alatt. Ezt mindenki eldöntheti maga, hála Istennek. Egy olyan világot élünk. Tehát azt érzik az emberek, hogy nem igazán szabadok. Azt érzik, hogy ez a világ rosszabb, mint a régi világ volt. És ez nem kis valóság van. De miért? Mert nem tesznek azért, hogy egy jobb világuk legyen. Semmit. Tehát megelégednek azzal, hogy mint a falevél úsznak a vízen, érted? Mondjuk a patakon vagy a folyón. Azt csinálják. Miért jó az ember, hogy egy falevél? Miért nem akar inkább patak lenni, vagy folyó? Tehát, ha az ember itt tanul, és átlátja az ember és az élet működését és az etikát, akkor miért nem tudja azt gondolni, hogy ez kellhet másoknak is? Miért jó nekünk, embereknek egy rossz világban élni? Miért nem teszünk azért, hogy egy jó világunk legyen? Mindenki tehetne azért, hogy egy jobb világunk legyen. És most gondold végig, sokan azt mondják, hogy jó, mit tudom én, vigyázok a környezetre, nem szemetelek. Jó, de más szemetel. Érted? Tehát nem kellene, hogy ők se szemeteljenek? Vagy mit tudom én, vigyázok a, tudom én, a fűtésemmel, nem szennyezem a levegőt. Hát de más szennyezi. Csak most mondtam egy példát megint. De ez egy akkora hülyeség ez a fűtés kérdés, csak abból a szempontból, hogy mit tudom én, mi is fűtünk árammal. Jó, de azt az áramot miből állítják elő? Érted? De miből állítják elő? Tehát, hogy nem tisztán állítják elő, az hód biztos. Jó, de nem is erről akarok beszélni, hanem gondoljuk végig. Tehát egy olyan világban, hogy azt mondja az ember, hogy én avval teszek jót, hogy mit tudom, ezt meg ezt nem csinálom, vagy ezt meg ezt nem így csinálom, hanem úgy. Jó, és a többiek? Tehát úgy lehetne változás, hogy mindenki törekszik arra, hogy jobb legyen, nem? Tehát, hogyha egyesek törekednek, a többiek meg lesajnálják az egészet, abból nem lesz jobb világ. Vagy lesz? Tehát most gondold végig, elromlott a társadalom. Milyen szinten? Hát az azt jelenti, hogy régen te nem láttál olyat, hogy mondjuk patakpartokon, vagy folyópartokon szemét lett volna. Nem volt ilyen. Nem használtak ezeket szemétlerakónak, nem dobáltak bele szemetet. Érted? Nem volt ilyen. Most, hogy miért csinálták, hogy csinálták, az most részletkérdés. Hát de most van. Tehát ami azt jelenti, hogy az ember sokkal kevésbé vigyáz a környezetére, mint régen. Vagy rosszul látom? Környezet, ott van benne a környezet is.
Hát ami azt jelenti, hogy rosszabbak lettünk ezen a téren. Sokkal. Érted? De ha megnézünk bármit, mennyi vállalkozó volt régen, önálló vállalkozó, mai értelembe vett vállalkozó, akkor azt úgy hívták, hogy gazdálkodó, még akinek saját boltja volt, azt is gazdálkodónak hívták. Érted? A mai világban hány száz, tehát akkor hány százaléka volt a lakosságnak az önálló, és hány százalék volt az alkalmazott, most meg összehasonlítod, hogy mennyi az alkalmazott, mennyi az önálló, és rájössz arra, hogy sokkal kevesebb az önálló, sokkal több az alkalmazott. Miért? Mert az emberek önmagukkal kapcsolatban azt hiszik, hogy sokkal kevesebbre képesek. És ez nem önbizalom, önmagunkkal való bánásmód. Hát egy ember tudja magáról, hogy ő sokra képes, akkor nem lesz alkalmazott. Oké? Régen, aki tudta magáról, hogy sokra képes, az egy se volt szolga. Azok voltak szolgák, akik nem hittek magukban egy fikasznyit se. Most meg az alkalmazottak a szolgák igazából, ha jobban végig gondoljuk. Vagy megnézzük. Tehát ebben romlás van, hogy hogyan bánunk önmagunkkal. Akkor megnézzük, ott van a párkapcsolat. Megnézed, hogy százalékosan hányan váltak el a múltban, százalékosan hányan válnak el a jelenben, és rájössz arra, hogy sokkal többen a jelenben. Tehát akkor ezen a téren is romlottunk, vagy nem, rosszul látom. Vagy megnézzük a, mondjuk a szülőkkel való bánásmódot, vagy a gyerekekkel való bánásmódot. Ezen a téren is nagy fokorumlás van, mert a gyerekek sokkal inkább leszólják a szüleit, mint régen, érted? Sokkal inkább. Sokkal inkább nem fogadnak szót, mint régen. Akkor ezen javulás van? Dehogy van javulás. Sokkal nehezebb a gyerekeket nevelni, mint régen. Miért? Most a tanároknak mondom, nem is nevelni, tanítani, bocsánat, mint régen. Tehát minden téren a gyerekekkel gond van, de ugyanez a szülők. Szülőkkel nem lehet együtt élni, főleg ha idősebbek. Minél idősebb egy szülő, annál nehezebb vele együtt élni. Régen simán életük végéig éltek az emberekkel, a szüleikkel. Nincs ezen a téren romlás. Régen az emberek összejártak, jól érezték magukat egymással, mert tudtak egymással bánni. Most az emberek magukba húzódnak. Van ezen a téren fejlődés? Visszafejlődés. Régen az emberek tudtak saját pénzből házat építeni. Nem mindenki, az emberek jó része tudott saját pénzből házat építeni. Most nem tudnak. A legtöbb nem tud. Tehát a legtöbb nem tud. Tehát akkor... több pénzünk van? Vagy jobban élünk pénzügyi szempontból? De hogy élünk jobban? Fejlődtünk ezen a téren? Tudunk saját pénzből házat építeni? De hogy tudunk? Persze, tisztelt a kivételeknek. Régen az emberek szerették, amit csinálnak. Voltak hivatások. Hol vannak már hivatások? Hol szeretik az emberek azt, amit csinálnak? Persze vannak kivételek. De a többség. Régen a többség szerette azt, amit csinált. Régen nem volt az, hogy húha, de jó, hogy jön a hétvége, érted? Nem volt ilyen. Most alig várják, hogy jöjjön a hétvége. Hogy hála Istennek nem kell dolgozni.
Tehát gondold végig, miben van javulás? Miben van javulás? Régen az emberek, ha megnézzük a 10. területünket is, hittek a jó istenekben. Hittek. Most mondhatjuk azt, hogy van egy nagy réteg, amelyik még nem döntött ezen a téren, hogy miben higgyen. Van egy szűk réteg, amelyik jó Istenbe hisz, és van egy annál nagyobb réteg, amelyik a valamilyen Istenbe hisz. Érted? Valamilyen Istenbe. Ő se tudja, hogy milyenbe, de valamilyenbe. Mindegy, csak Istennek hívják. És akkor közben lepaktál a gonosszal, mert helytelenül cselekszik. És még problémája se nagyon van. Tehát most gondold végig, hogyha lepaktálnál mondjuk a jó Istennel, tehát a te jó Isteneddel, tehát a jó Istenek mit csinálnak, hogy akik támogatják őket, azoknak egyengetik az útját. Ugye a gonosz isteneknél is ezt teljesen látni. Hogy addig nem kap problémákat, míg fel tudják használni. Amikor már nem tudják felhasználni, akkor nyakába zúdul a probléma. Tehát, ha gonosz istenek erre használják az embereket, felhasználják az embereket arra, hogy támogatj, és a felhasználásnak az a következménye, hogy támogatják őket, akkor szerinted a jó istenek nem? Hát a jó istenek is ugyanazt csinálják, csak jó értelemben. Támogatják azt, akik hisznek bennük. Tehát akkor miért nem lehet a jó istenekben, vagy jó istenedben hinni? Miért nem lehet abban? Melyik a jobb? Ha nem hiszel, és nem kapsz támogatást, vagy hiszel egy jó istenben, és akkor nincs az, hogyha már nincs rá szükség, akkor kapod annyi problémát, hogy beleződülsz. Te jó Istenek még nincs ilyen. Hogyha nincs rá szükség, akkor is szükség van rád, érted? Ha más nem, a gondolataidra szükség van. Ha már cselekedni éppen nem tudsz, mert olyan idős vagy. Tehát miért nem lehet úgy elképzelni egy életet, hogy végigéli az ember mondjuk egészségesen, fizikailag is rendben, érted? És egyszer csak majd valamikor jó öregként leteszi a fejét, és nem kell föl. És nem szenvedett. Tehát miért kell gyakorlatilag ezt az életet megélni pokolként? Vagy miért kell ezt az életet megélni mondjuk végig tisztító tűzként? Miért? Miért? Hát ez megint a saját döntésünk. Mi döntjük el, hogy mit akarunk? Mi döntjük el, hogy miben hiszünk? Mi döntjük el, hogy milyen szellemlény támogasson téged? Te döntöd el. Tehát gondold végig, itt van egy világ, ahol most hallottad tőlem, hogy igazából minden tőled függ. Minden tőled függ. Mi baj van ezzel a felelősség kérdéssel? Mi baj van azzal, hogy tőled függ minden? Azt jelenti, hogy tőled függ. A felelősség azt jelenti, hogy tőled függ, amit említettem. Mi baj van ezzel? Tehát az is tőlünk függ emberektől, hogy milyen jövőnk lesz. Hogy egyáltalán lesz-e jövőnk. Mint emberiség. Tehát ez a bolygó arra hivatott, hogy az emberiség egy magasabb szintre lépjen. Ezen a szinten nem működhet tovább. Ez olyan,
Mint hogy amikor azt mondták neked, hogy épp itt az ideje, kisfiam, hogy kiártad az óvodát, most már mehetsz iskolába. Vagy azt mondták, hogy kisfiam, kiártad az iskolát, épp itt az ideje, hogy menj tovább egy másik iskolába, tanulj szakmát, vagy menj egy középiskolába. Érted? Épp itt az ideje. Tehát ez az emberiség így, ilyen formában nem működhet tovább. Itt a Földön nem működhet tovább. Persze máshol működhet tovább. De ugye tudjuk jól, hogy az emberiség életében többször volt reset, törlés. Többször törölték az emberiséget. És utána volt egy újraindítás. Mint a számítógépnél, tudod. Újraindítás, vagy egy programnál. Újraindítás. De az mindig nulláról történő újraindítás. A nulla, azt tudod, mit jelent? Az első dolog megtanulni azt, hogy túlélj. Az az első. Utána megtanulj a túlélés érdekében mondjuk ősi szinten együttműködni. Ez a következő lépés. Érted? Ezt úgy hívják, hogy őskor. És utána az őskor után jön az ős közösség. Tehát az ős közösség az őskornak abból a szintjéből fejlődött ki, hogy az egyének rájöttek arra, hogy együttműködve könnyebb. Miért jöttek rá? Hát nagyon egyszerű, mert ez egy ösztön. Az állatoknál is így működik. És elég hamar rájöttek. És így indultak a reszet után, a törlés után az emberiségek. Oda akarsz kerülni egy ilyen emberiséghez? Hát miért vagy itt? Azért vagy itt, mint ember a Földön, hogy visszatérhess a fenti létformába, előbb vagy utóbb. Minél távolabb kerülsz a fenti létformától időben, annál jobban elfelejted, hogy neked oda vissza kell kerülni. Tehát ha valakinek ez az első élete, akkor mindenféleképpen érzi, hogy neki vissza kell kerülnie. Elmesélek most egy dolgot, jó? Éppen a minap meséltem ezt valakinek, hogy gyerekkoromban, általános iskolás koromban, tisztán emlékszem ezekre, olyan gondolataim voltak, hogy majd felnőttként olyat létrehozni, egy olyan bar részt venni, sőt, valamilyen szinten megfogalmazódott bennem az is, hogy valamilyen szinten ebbe ugye vezető szerepet töltök be, hogy minták legyünk a többi nép számára. Mi magyarok. Ez gyerekkorom alsó tagozat végig kísért egészen általános iskolás koromban. Ezek nem álmok voltak, ezek gondolatok voltak. Ugye én sokat voltam fönn elalvás előtt, tehát nem voltam egy gyorsan elalvó, és akkor ilyenek jártak a fejembe, és ez ismétlődő gondolat volt gyerekkoromban, rendszeresen ismétlődő. Hogy mintát mutatni fog ez a nép, illetve mintát mutatunk először a környező népeknek, utána meg a világon. Érted? És miben tudnánk mintát mutatni? A gógyiban, az észben, az észbeli működésben, a tudatosságban tudnánk mintát mutatni.
Abban, hogy nem elnyomjuk egymást, hanem szeretjük egymást. Abban, hogy tudunk együtt működni, szeretetben, békében és boldogságban. Abban, hogy tudjuk, hogy a másiknak is helyes a működése. Nem feltételezzük, tudjuk. Érted? És ezért a másikban feltétel nélkül megbízunk. Miért? Mert tudjuk, hogy ő is helyesen működik. Érted? Miért nem akarunk egy ilyen világot? Tehát ide lejöttünk emberekként, hogy megtapasztaljunk dolgokat, illetve istenekként. Az Isten, az ide tartoznak az angyalok is természetesen. Lejöttünk ide, hogy megtapasztaljunk dolgokat. De nem kéne itt maradni. Itt nem tudsz maradni, hanem majd ott kint. A periféria szélén, tehát a univerzum szélén létrehoztak már egy bolygót, ahol ki lehet majd költözni a következő életedben. Ez egy magasabb iskola lesz, ahol azt tanuljuk meg, hogy hogyan lehet majd ott fönt működni, a fenti létformában. Érted? Ahol nem az a kérdés, hogy létezik-e fenti létforma, meg nem az a kérdés, hogy létezik-e olyan, hogy Isten. Ez most még egy ilyen világ. Nem az a kérdés, hogy ha teszek jót, akkor kapok-e benne segítséget, vagy jót akarok tenni, kapok-e benne segítséget. Ez még most kérdés lehet emberekben, de ott nem kérdés. Abban a felsőbb emberiségben, ami erre a földre vár, ott nem kérdés, érted? Tehát ott nem kérdés az, hogy hiszünk-e abban, hogy miért vagyunk itt, és hova tartunk. Ez nem kérdés, érted? Nem kérdés az, hogy ez az életünk, az egy tanulási folyamat, egy fejlődési folyamat. Ez nem kérdés. Ez most kérdés, de akkor nem. És ebbe a fejlődési részbe, itt a földön maradva, létrehozva egy szeretett kort, várunk téged szeretettel. Vagy a következő életedet nem itt akarod majd eltölteni, ebben a földi paradicsomban, hanem mehetsz oda ki ősközösségi formában botladozni. Te döntésed. Nem kell ebbe hinni, úgyis így lesz. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm. Köszönjük szépen Szerdacsi Miklós mesterkócsnak ezt a hát elég különleges és informatív előadást ismét. Erről megint csak az jutott eszembe, hogy sokan azt mondják, nézik a képzést, a díjmentes pedig, tehát az nem számít szerintem. Nagyon is számít, ugyanis most, ha ezt valaki meghallgatja, akkor rögtön olyan dolgokra ráismer, föleszmél, amit hát most én is 6 éve tanulunk ki, több mint 6 éve, de rengeteg új dolgot hallottam. A másik pedig az, hogy erre épülve tudom én úgy elképzelni, hogy a képzéseket beépíteni az életünkbe, fölfogni a képzést, hogy miről szól, ahhoz kellenek a díjmentes előadások szerintem. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a PPA-n és Nyílt Akadémián tanulni, jelenleg is itt tanulok. Azt tapasztaltam, hogy az életem azóta minden, a 10 életterület minden szempontjából pozitív irányba indult, változott, és megéltünk mi párommal és családunkkal olyan helyzeteket, amit tehát mikor ide kerültünk a PPA-hoz, előtte 17 évig kerestünk valamit, nem találtuk meg, viszont amióta itt tanulunk, azóta olyan tapasztalatokat, helyzeteket, szituációkat éltünk meg, amit most tudom, hogy 100%-ig nem tudtunk volna helyesen kezelni, ahhoz kellett Szerdacsi Miklós tanítása. Rengeteg emberre beszélgetek, és többen azt kifogásolják, hogy ők
nem tudják elképzelni, hogy amit egy ember mond, azt kell csinálni. Ez teljesen téves gondolkodás, ugyanis Szedlacsik Miklós még egyszer nem mondta nekem, se páromnak, hogy ezt csináljátok. Nem mondja. Egyrészt ő azt mondja, hogy ő úgy csinálná, másrészt ő pedig olyan tapasztalatokat, olyan helyzeteket, olyan szituációkat, történeteket mond, amiből magam rájövök, hogy azt miért csináltam rosszul, és hogy kellene. Tehát én ezt tapasztaltam. Nekem is az életem egyik legjobb döntése volt, hogy a PPA-hoz csatlakoztunk, mert azóta olyan pozitív irányú változásokat éltünk meg, hogy valóban igazából mindig arra vágytam, hogy egy olyan párom legyen, akivel nem csak magasságok mellett a mélységeket is úgy együtt meg tudjuk oldani, és ez nem voltak megoldó kulcsaink, és gyakorlatilag itt, hogy a 10 életterületet tanuljuk folyamatosan, és egymást támogatva, és nézve, ugye itt látjuk, hogy emberek is mesélnek az életükről, és látjuk rajtuk a pozitív változást, ez mind olyan szintű visszacsatolás nekünk, hogy tanulunk folyamatosan. És ez bennünket is emel, és gyakorlatilag ez a közös oda-visszacsatolás olyan pozitív hatással van ránk, hogy ebből nem tud nem jól érezni magadat benne. Tehát pont itt ennek a közösségnek az a szerepe, hogy látunk mintákat, látunk változásokat, látunk fejlődéseket. Mai nap is tényleg egy olyan csodálatos fejlődésnek voltunk szemtanúi egy házaspár képviseletében, hogy gyakorlatilag ezek mind olyan irányú visszacsatolások, amiért azt mondom, hogy érdemes. És nem csak én érdemlem meg, hanem itt mindenki megérdemli, ha akarja. És annak idején, ugye mégis mind a ketten végeztünk főiskolát, és valóban meg tudom erősíteni Szedlacsik Miklósnak azt a észrevételét, és hogy valóban nem tanultunk se etikát, se azt, hogy rengeteg tudás, de az, hogy hogyan bánjunk a másikkal, össze vagy zárva emberekkel, és akkor hogyan bánj vele, hogyan jöjjenek ezek a dolgok, mit figyeljél meg. Gyakorlatilag itt megtanuljuk azt, hogy mire figyelj, miért érdemes figyelni az embertársadra, mert kell, hogy figyelj rá. Tehát most itt tartunk, hogy fogyasztói társadalom. Hát én nem lomot akarok gyűjteni, én pozitív emberi kapcsolatokat akarok gyűjteni. És azt szeretném, hogy ezt mindenki átélje. Ez a cél. Tehát régen hogyan volt háború, mindenhol, hogyan? Tehát nem élték túl egyedül. Most nézzünk körül, mi van kinn a világban. Gyűjtünk meg, egyénieskedünk. Hát nem arról szól, hanem ha én örülök, te is örülsz. Örüljük mindnyáján, nem? Tehát, és itt ezt megkaptuk. 10 életterület. Ez az élet. Tehát nincs mese. És annak én, amikor elgondolkodtam, hogy igen, hogy miért kell osztályozni egyáltalán az embereket. És valaki úgy pedzeget, és igazat adok neki, nem kéne osztályozni, hanem az ötös tényleg igazából az érdemli meg, aki továbbadja a tudást. Mert nézzünk körül munkahelyeken, jó, rendben van, tudok valamit, de visszatartják a tudást. Hát nem arról kéne szólni, és közben együttműködésről beszélünk. Legtöbb munkahelyek együttműködésről beszélnek, közben nem az van. És itt mi? Itt van az ötös. Ebben a közösségben van az ötös. Oda-vissza csatolom. Igen. Mert újból meg kell tanulnunk szeretni. Ez lenne az élet értelme, a lényege. A családomat szeressem, a páromat, megtanuljak újból mindent. És itt ezt megkapom. És nagyon köszönöm mesterünknek, hogy létrehozta ezt a közösséget, mert tényleg nézzünk körül. Itt jó lenni, és az a cél, hogy ezt egyre távolabb kör meg tudjuk tapasztalni, meg tudjuk élni. Ez az élet értelme, nem, hogy magam baroskadok. És tenni, és hinni. Igen. Felelősség, kötelesség, segítség, ami ugyancsak ugye az iskola által miért merünk kérdezni. Hát ez megint egy olyan visszahúzó, itt megvan, itt a segítség is megvan gyakorlatilag. Megtanítanak bennünk újból, mint gyerekkorunkban, hogy éltünk még szabadon, hogy hogyan tudsz újból szabad lenni. Mert igazából lelkem, minden ember azt akarja, hogy ránézünk a gyerekeinkre, még kicsik,
És akkor látjuk, hogy pakolják rá a gátakat, mint ahogy ránk is pakolták. Most ebből én nem akarok. Én le akarom rakni a hátizsákot, szeretném, ha itt minél több ember lerakná ezt a hátizsákot. Tegyétek rá, hidd el, könnyebb lesz. A cél, a létderős nyugalma, tényleg ez egy csodálatos küldetés. És az, hogy szeretetbe éljünk, és kívánom mindannyiutoknak, hogy itt éljük át egyre erősebben egymást buzdítva, és a hitünket egymást megerősítve. Hajrá! És hívok mindenkit, aki tud, jöjjön és élj át, mert ez az élet értelme. Szeretném, ha minél többen ezt megértenék, hogy ez nem alom, nem a társad alom, hanem a szeretet és a közösség, a közösség, a közös hit. Köszönöm, és mindenkinek kitartást kívánok. Az a lényeg, hogy menjünk, haladjunk az úton. Mesterünk, taposs előttünk az utat, igazából jobban megnézed, nekünk sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb. Csak tudni kell előre lépni. Köszönöm. Még egy gondolat eszembe jutott, amit kikívánkozik belőlem. Szerintem akik itt ültök, nagyjából ismertek minket, de biztos vannak a nézők között, akik még nem, hogy honnan indultunk, és miben tudott mesterünk segítséget adni, útmutatót adni a párom gondolatát csatlakozva. Ha most nem itt lennénk, egészséges rátus szerintet biztos, hogy így van, ha most nem itt tanulnánk, akkor... Úgy vannak negatív emlék, vagy nem emlék, hanem el tudom képzelni, hogy hol lennénk. Ott lennénk, hogy felvettünk hitelt, még mielőtt idejöttünk. Ott lennénk, hogy nem akartuk fizetni, mert azt gondoltuk, hogy kiárunk az igazságunkért. Ott tartottunk, hogy ez a pingvin, nincs megoldás. Mesterünk adott megoldást, akkor jöttünk ide. Ha ott lettünk volna, hogy nem itt tanulunk, akkor most mi nem állunk itt, mert mi nem egy család vagyunk, akkor van két elkísérült gyerekünk, valószínű biztos, akkor ott lennénk, hogy a szülőnkkel biztos, hogy összevesztünk volna, akkor ott lennénk, hogy én, meg ő is, mivel lelkiismeretes emberek vagyunk, lelkileg sérült emberek lennénk, és valahol lehet, hogy a munkanélküliség, vagy a utca, vagy nem tudom, de biztos, hogy boldogtalanok lennénk, és 100%, hogy a boldogságnak a halvány közelébe se lennénk. Viszont mesterünktől megkaptuk azokat a útmutatókat, van mikor csak egy-két mondat, de volt, hogy több órás beszélgetés volt, hogy ezt mind megtanultuk jól kezelni, és hogyha aki nézed a videót, esetleg vannak ilyen élethelyzeteid, és már benne vagy, vagy közelítesz felé, akkor lehet érdemes lenne kipróbálni, megkísérelni, ezt rendbe tenni, idejönni, legalább egy kísérletet tenni. Mert nem találtunk olyat, mint mesterünk, aki mindezt egy egész gombócát gyúrva, egy egész kör alkotva, teljes mértékben minden életterületre tudna nekünk segítséget adni. Sokan mondják azt, hogy túl szép, hogy igaz legyen, én meg azt mondom neki, hogy én meg tudom, hogy ez így van. Gyere ide, próbáld ki! Azt javaslom neked is, hogy... Azt javaslom neked is, hogy ne halogasd, kezd el a Nyílt Akadémiánál a tanulást, most és biztos, hogy te sem fogod megbánni. Amint hallottad, az első havi tandíj most akciósan mindössze 19.700 forint, a következő hónaptól szintén akciósan csak 12.500 forint, és ezért az árért most ingyen kapsz egy saját üzleti lehetőséget. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást, a 3 hónap most csak 44.700 forint.
Ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, keres egy számodra szimpatikus PPH vezetőt, szervezőt, aki segít neked abban, hogyan tudod elkezdeni, és várunk közénk szeretettel. A következő szemináriumunk 2024. május 12-én 11 órakor. Heti találkozók, amik egyben webelőadások, és minden szerdán 18 órakor, vasárnaponként pedig 16:30-kor kezdődnek. A PPA szemináriumot követően ma PPA klubot tart mesterünk egészen 20 óráig. Igen. Viszont még mielőtt kimennétek a teremből, mindjárt alakítunk egy kört, ahol a következő módon megfogjuk egymás kezét. A bal tenyér felfelé néz, a jobb tenyér pedig lefelé, ezáltal zárjuk az energiakört. Még egyszer hálásan köszönjük mesterünknek, hogy a szeminárium házigazdája lehetünk, nagy megtiszteltetés. Nektek pedig megköszönjük az együttműködésedek és a felénk áradó szeretetet. Még egy záró idézettel szeretnénk búcsúzni mesterünk által. Cselekedni jövőkép nélkül kemény munka. A jövőkép cselekvés nélkül csak álom. Cselekvés jövőképpel nagyszerű élet. Szedlacsik Miklós mesterkócs és boldogság specialistától. Fogadjátok szeretettel. Sok erőt, egészséget, boldogságot kívánok nektek. Tartsátok meg minél hosszabb ideig ezt az energiát, és szeretünk benneteket.